Nem sikerült állandósítani azt a formát, ami tavaly év vége felé a bonyhádi csapatot már jellemezte, az ellenfelek és önmagához képest is gyengébb teljesítménnyel rukkolt elő 2019-ben idáig a völgységi alakulat. Ennek következménye pedig újabb vereségsorozat lett, így nem tudott érdemben elmozdulni Morgan Frigyes együttese a kieső helyek egyikéről, sőt, időközben visszaestek a paksi 20-as fiatalokra építő völgységiek az utolsó helyre, mert annak a békés esélynek is az otthonában vesztettek, akiket még ősszel hazai környezetben le tudtak győzni. Nos, az alsóházi visszavágón, a kiesési rangadón sem termett babér a bonyhádi KSC-nek. A 110-81-es vereséget akár katasztrófának is értékelhetjük, ám a részletek némi magyarázatul, de egyúttal kritikával is szolgálnak. Történt, hogy a pályára lépő békési játékosok 15 triplát sülyeztettek el a bonyhádiak gyűrűjébe, amihez ugye szerencsefaktor is kell, ilyen jó napot a három pontosok tekintetében egy bajnokságban ritkán fog ki egy csapat. De ez a tripla zuhatag jelzésértékű, egyáltalán nem tudtak zavaró tényezők lenni a védekező bonyhádi játékosok a kintről gyakorta célzó hazai békésiekkel szemben. Főleg a második félidőben, mert ekkor 14 pont volt csak a különbség. A bonyhád összeszorgoskodott 81 pontot az egész mérkőzésen, amivel normál esetben egy középcsapat ellen akár nyerni is lehet, de ilyen védekezéssel és az olykor ehhez párosuló lelketlen játékkal csak súlyos vereség lehet a vége az NB1B-ben. A békési 110-81-es zakó után helyet cserélt a két csapat a táblázaton, a bonyhádi KSE visszaesett az utolsó helyre, a békés így már 3 győzelemmel a 13. helyet foglalja el az NB1B piros csoportjában. A következő találkozón az egyik élcsapatot, a még harmadik helyre is esélyes Nyíregyházát fogadták a bonyhádiak. Abszolút esélytelenül. Fizikálisan, sebességben akkora volt a különbség, mint teszem azt, egy régi típusú vicinális vonat és egy mai express sebességű szerelvény között. Ráadásul a nyírségiek 2 szerződtetett amerikai egyetemistája közül Hammond pályára is lépett bonyhádon. Már az első félidőben eldőlt minden a vendégek gyorsindításból, közelről, távolról, 70 ponttal terhelték a bonyhádi gyűrűt, átfutottak rajtuk, vagy ha úgy tetszik, túldobták őket. A folytatásban már nem nőtt a különbség. Részint azért, mert a nyírségiek visszavettek minimum 1, de inkább 2 sebességi fokozattal, másrészt pedig a bonyhád szünet után az eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosokat, mint például Jakabot, Uglicsicset, Csobánt, Kist vetette be Morgan Frigyes, akik lelkes játékokkal igyekeztek meghálálni a bizalmat. Ez pedig arra volt csak elég, hogy már egy takaréklángon égő Nyíregyház ellen ne legyen a legvégén 30 pontnál nagyobb a különbség. Eggyel több lett Bonyhád Nyíregyháza 80-111, de ez már, ahogy mondani szokás, egyáltalán nem osztott vagy szórt.